Lucia azt kérdezi, az Isten anya az égből jön? Az Isten anya igennel felelt. Ebben a Fatimában valami rejlik. Van benne valami. A sátán leginkább Isten anyjától fél. Ha fényt látok az égbolton, ez annak a jele, hogy a háború hamarosan kirobban. A tűzben ördögök és kárhozott lelkek. Bebizonyosodott, hogy a pásztor gyermekek igazat mondtak. Fatima majdnem olyan ismert az iszlám világban, mint nálunk az Isten anya. Azt kérdezték tőlem, van-e nálam fegyver? Mondtam, van, egy egész bőrönnyi. És kinyitottam a rózsafüzérrel teli táskám. Elméletileg minden és mindenki szabad. Valójában minden és mindenki szabad a katolikus valláson kívül. május 13-án a vatikáni Szent Péter téren Ali Akcsa kísérletet tesz II. János Pál pápa meggyilkolására. A megtérő országok túlélnek. De azok az országok, melyek nem térnek meg, és továbbra is nyíltan vétkeznek, bűnhődni fognak. Fatima, az örökké érvényes üzenet.